egyetlen napirendi pontot tárgyaltak volna a szexádi közgyűlésen a képviselők. Ez arról szólt, hogy a város felbontsa a szerződést a Patak utcai ingatlanok felújítását végző vállalkozóval. Legutoljára előző héten tárgyalt két bizottság erről a témáról, és a két bizottság arról döntött, hogy rendkívüli ülést tartsunk ebben az ügyben, és a közgyűlés hozza meg a végső döntést. Ennek az összehívására pénteken intézkedett a polgármester úgy, ahogy a bizottságok ezt kérték. A legutolsó pillanatban viszont a vállalkozó elfogadta a város által felkínált fizetési feltételeket, így a szerződés felbontásáról már nem kellett döntést hozni. A közgyűlést viszont meg kellett tartani, mert az ügyről korábban szavazó bizottságok nem kérték, hogy ne legyen így. Azért került erre sor, mert a polgármester összehívta az ő kérésükre, és innentől kezdve csak a közgyűlés dönthet arról, hogy megtartja a napi rendi pont tárgyalását vagy sem, ezért nem lehetett mellőzni. Szekszárdon várhatóan ebben a hónapban még egy közgyűlést tartanak majd.